Áprilisban tartottak bejárást a Szekszádi strandon, akkor vált világossá a közvélemény előtt is, hogy az élménymedence használhatatlan állapotban van. Hogy a csempék lejöttek vagy leverték, azt a rendőrségnek kell majd kiderítenie, mert Ács Rezső polgármester feljelentést tett az ügyben. Korábban volt olyan vélemény, ami szerint 100-120 millióba kerülne a strandnyitás, de végül 5,5 millió forintból megoldódhat az élménymedence javítása a Szekszádi fürdőben, ami elég ahhoz, hogy a strand kinyithasson július elején, mondta Ács Rezső polgármester még az épülő fedett uszadában tartott sajtótájékoztatón. Én azt kértem, hogy legkésőbb 7. elsőjével nyisson ki, de miután jogilag csak a város tudott lefolytatni közbeszerzési eljárást 3 pályázóval, ez meg is történt, ki lehet választva nyertes, 5,5 millió font is ajánlatot tett, és most már tulajdonképpen csak a szerződést kell aláírni, és át tud kezdődni a burkolás. A polgármester elmondta, elfogadták az élményfürdő által javasolt 3 lehetséges kivitelezőt, akiknek ajánlati felhívást küldtek, bár mindhárman szekszárdiak voltak, közülük csak egy vállalkozó jelentkezett a munkára. Ács Rezső szerint június 15-ig befejeződhet a medence javítása, utána próbaüzem, vízmintavétel, és július 1-én kinyithat a strand.